Kedves hallgatóink, a hét elején a média képviselői is figyelemmel kísérhették a megyei kórház szemészeti osztályának egyik újdonságát, a vitrektómia műtéti eljárás elvégzését. Az osztályvezető főorvos dr. Németh Gábor, hogy szakmai kifejezést használjak, narrálta az általa végzett beavatkozást. Így, ha figyelemmel kísérik a műtőben készült felvételt, önök is tisztában lehetnek azzal, milyen új módszerről van szó, és hogy azt milyen esetekben alkalmazzák. Ezúttal egy 78 esztendős férfi látásán igyekezett javítani az új eljárással a főorvos. A következőkben tehát önök is figyelemmel kísérhetik a mintegy 20 perces műtétet. Virág Józsefné vagyok. Virág Józsefnének mi a feladata tulajdonképpen? Hát előkészítem az eszközöket, műszereket, ez egy fakós vitrektómiás műtét lesz. Ne haragudjon, hogy közbe kérdezek, de laikus nyelvre lefordítva ez mit jelent? Hát a szürke hályog eltávolítás, és utána pedig a hátsó szegmentbe fog főorvos úr egy vitrektómiát végezni. Ez valamitől újdonság? Igen, a vitrektómia az újdonság, mert ez már hátsó szegmentben történik. Kicsit jobban izgulnak, mint máskor? Hát annyira már nem újdonság, mert már márciustól végezzük ezeket a beavatkozásokat. Időtartama általában mennyi? De ez változó, 45 perctől másfél óra, attól függ, hogy milyen típusú műtét. Nyilvánvaló, hogy ezt az eljárást alkalmazzák, ez valamiféle technikai felszereltséget is jelentett, tehát valamivel többnek kell lenni most itt a műtőben, mint mondjuk egy esztendővel korábban volt. Jól gondolom? Igen, új készülékünk van, és ehhez van egy pakkunk, amit használunk ennél a műtétnél. Szabad megkérdezni a főorvos urat itt a műtét előtt egy-két perccel, hogy mitől más ez igazán ez a mostani beavatkozás, a mostani műtét? Németh Gábor az osztályvezető főorvos. Na most ez a idekártya, illetve retin a műtétekről van szó, tehát a szemnek ezt a hátsó szegmentumának hívjuk. Ez a műtét ugye van egyébként a klinikákon, illetve megyei kórházakban. Itt márciusban tudtuk elkezdeni ezt a műtéti technikát alkalmazni. Tehát teljesen más műszerezettséget, mikroszkópot, optikai berendezést igénylő műtétről van szó. A beteg szempontjából ez mit jelent? Humánusabb beavatkozást, rövidebb eljárást? A beteg szempontjából tulajdonképpen annyit jelent, hogy neki nem kell elmennie a Budapestre, illetve Debrecenbe ezt a műtétet megcsinálni, hanem itt helyben, a mi vonzás körzetünkben, mint megyei kórház, meg tudjuk ezt a beavatkozást csinálni. Tehát a betegnek ez egy óriási nagy könnyebbség, erre korábban nem volt lehetősége. Mennyi ideig kell neki kórházban tartózkodni optimális esetben? Optimális esetben 2 nap a bentfekvés, tehát a hétfő van, a beteg szerdán reggel haza fog menni. Már ő várakozik, ugye? A műtétre külön várakozási idő nincs, ezeknek a műtéteknek jó része félig meddig sürgős beavatkozás, tehát nem kell, nem szabad várni a betegnek, de a jelenlegi beteg sem várt. Én úgy értettem a várakozást, főorvos úr, hogy kint, hiszen alkalmunk volt végignézni, hogy a betegek be vannak osztva. A betegeket úgy vesszük fel, hogy a műtét reggelén, tehát az úr is reggel 7 órakor érkezett, most 10 óra van, megcsináljuk a műtétet, ezután visszakerül a kórterembe, pihen, cseppentünk különböző cseppeket, és szerdán reggel ő hazamehet otthonába. Nem is zavarom tovább, mert behozták a beteget közben. Tessék szólni. Jó, kényelmes? Na, így jó. Jó, így kell akkor feküdni, jó, Kovács bácsi? Fogjuk takargatni, a kezét a tessék ott tartani. Nem érez semmi rosszat, ugye? Kovács úr, nem érez semmi rosszat. Próbáljon nézelődni, egy picit jól van. Kovács úr, az állat egy picit engedje lentem. Lehet, hogy így mondom, jó? Kezdhetjük. Elkezdjük a műtétet, Kovács úr, ha bármilyen kellemetlenségben egész nyugodtan szóljon. Ugye kombinált műtétről van szó, ami a szűkályok műtétet, illetve a szem mélyén folyó beavatkozás fogja jelenteni. Először a szűkályok műtétet fogom végezni, de már a hátsó szegmentünk beavatkozás az előkészülünk ilyenkor. A
Amit most csinált főorvos úr, az mi? Igen, ez már a hátsó szegmentum beavatkozáshoz szükséges egyik nagyon apró port. Majd amikor odafittunk, akkor három ilyen nyílás fog készülni a szemen. Ezek bőven 1 mm alatti nagyon apró pici lyukak. Ezen a három nyíláson fogunk bejutni a szem belsejébe. Előtte egy szokványos szűrőhályú műtétet kell végezni, ami egyrészt a beteglátását is zavarja, másrészt ezt a nagyobb beavatkozást akadályozza. Ez egy szokványos, egy kisebben zajló szürkehályó műtét lesz. Ebből az országban évente egy olyan 45 ezer műtét történik, tehát ez gyakorlatilag az egyik a leggyakrabban végzett sebészeti beavatkozásoknak. És sokat változott, mert 10 perces műtétek, meg 20 perces műtétek, amikről hallani már, ugye? Így van. Hát itt a műtéti technikának a jelentős fejlődése zajlott, körülbelül 5-10 évvel ezelőttig, azóta nyilván vannak további finomítások, de alapvetően egy szürkehályú műtét így zajlik. A beteg éber állapotban van. Semmit nem érez. Kapott egy érzést, egy tünetciót, nem a szürkehályú műtét miatt, hanem a mélyben történő beavatkozás miatt. Így semmit nem érez a betegedő a beavatkozásból. Ugye, Kovács úr, nincsen semmi fájdalom? Így. Ez a hang, amit most lehet hallani, ez a ultrahangos energiának a hangja. Ezzel az ultrahanggal van szép húzva, illetve beszívva ez az elszűkült szemlencse. Talán jól látszik a monitoron is, hogy ez a kis kézi fej, ami olyan, mint egy ceruza, ez magába szívja gyakorlatilag ennek a lencsének az állományát. Most még látszik, hogy ilyen nagyon körös itt minden. Igen. Ez ugye a maga a szűkehályom. És ahogy haladunk előre, egyre tisztább lesz a kép. Az azt jelenti, hogy kész is van? Folyamatban van a szűrtehályog műtét. De ami eltávolítandó volt, ez a szürke folyadékszer? Igen, az tulajdonképpen már kikerült a szemből. Most ebben az esetben a lencse beültetéstől egyelőre eltekintünk. De jól hallottuk, beszélt a gép az előbb? Igen, a gép beszél, és ő magyarul is beszél, igen. Valamire figyelmeztet, vagy valami munkafolyamat végét? Az operatőr, hogyha operál, akkor a mikroszkópba néz folyamatosan, és ugye ez egy külső információ ilyen szempontból az operatőr felé, tehát megkönnyíti a munkát. Ez hányos ez a lencse? 20-as, ugye? Igen. És akkor most történik a másik kettő ilyen nyílásnak a behelyezése. Ezek nagyon apró, olyan varrat nélküli sebek, amiken a szem belsejébe fogunk jutni. Az egyik seb arra van, hogy fényt juttassunk be a szem belsejébe. Ugye ott sötét van, mindjárt sötét is lesz a szobában is. A másik ahhoz van, hogy ez egy infúzió, ami gyakorlatilag fenntartja a szemnek az alapját, és a harmadik apró nyíláson folyik maga az érdemi munka. És hogyha jól láttam, akkor egy pillanat alatt ugye aggyal, szemmel, kézzel, lábbal dolgozik, igen, a főorvos. Igen, tehát a bal lábammal vezérlem a mikroszkópot, a jobb lábammal a gépet, és ugye két kéz természetesen még hozzá. És akkor ugye a szürkehályog műtétnek a végén vagyunk, most fog bekerülni ez a három apró seben keresztül a műszerek a szemnek a belsejébe. Most van benne. És mindjárt látszódni fog, tehát a bal kezemben van a fény, amin keresztül a szemnek a belsejét megvilágítom. Külső lámpát még egyelőre nem kérem lekapcsolni. Most látszik, hogy a szem belsejében vagyok, ki van világítva. És ugye most a szem belsejének az eltakarítása fog folyni, ezt egy ilyen üvegtesti
állománynak hívjuk. Mert itt a gépen még állítanak rá, nem tudom, hogy kívül mennyire látszik, és olyan mindenfajta homályok úszkálnak. És már felvilágzik alul a látóhártya, ami még nem éles egyenlőre. Most mindjárt a hossuk mellett, igen. Mindjárt itt a gépen kell egy kicsit állítani. És ugye az úrnál, ami problémát okozott ennek az üvegtesti állománynak a tapadása, ugye a szűkályog műtéte már a lencsebeültetésen kívül készen vagyunk, tehát ez egy önmagában gyors beavatkozás. Itt ezeknél a műtéteknél egy kicsit mindig kiszámíthatatlan, hogy a mélyben, tehát a látóhártyának a területén mivel találkozom. Most itt a fő probléma az, hogy a látóhártya központi területén egy ilyen milliméternek a tized része vastagságú kis cellofán hártya van, ami redűződik és ezáltal akadályozza a látást. Akkor most látszik ennek a üvegtesti rossz állapotú anyagnak az eltávolítása. Ilyen műtétek, millió kézi műszer van, a magának a gépnek a beállítása is merőbe különböznek egy szürke hályog műtéttől, azért látszik, hogy itt sokkal mélyebben vagyunk. De ez is ilyen szívó technikával történik? Ez egy szívó vágó technikával zajlik most, ami valamennyire talán látható a képen. Tehát volt itt egy olyan rossz üvegtesti állomány, és egy kis élesítés, hogy kérlek most, ami nagyon-nagyon zavarta, nagyon jó, no? És ugye itt látszik is, hogy ez nagyon aktív közreműködést igényel a műtésnőnek az oldaláról is, ugye a kézi műszereknek, a mikroszkóp fókusznak a beállítása. Akkor ugye most látszik, hogy lent vagyunk a látóhártyának a területén, túlég a képünk. Akkor itt, hogy láthatóvá tegyem ezt a hártyát, ami zavarja a látást. Az a folt, az gyakorlatilag? Ott középen van, így nem igazán látni. Én látom egy nagyon pici csillag ennek a hártyának a felső része, de itt, ahol világítok, itt van a fő probléma. Ennek a láthatóvá tételére most beadok egy nagyon speciális festéket a szemnek a belsejébe, ami megfesti ezt a beteg területet. Most az látszik, hogy mindent elöntött egy kékszínű festék, aminek van egy rövid behatási ideje, megfesti ezt a hártyát, sokkal láthatóbbá válik, és akkor tudom lenyúzni a helyéről. Ha arányokat lehetne mondani, akkor itt milyen arányok dolgoznak? Mindjárt láthatóvá válik a látóideg, ott meg fogom mutatni, a látóidegnek az átmérője az egy 1,5 milliméter. Hát annak a méretében lehet azt látni, hogy mekkora területen dolgozunk. Maga az a hártya, amit igyekszem leszedni a helyéről, ez a milliméternek úgy nagyjából a tizede, a vastagsága. És ugye ez emberi kézzel történik. Nem nagy a munkaterület. Hogy? Nem nagy a munkaterület. Nem nagy. Hát személyzeten ehhez hozzászokunk egy idő után. Most ennek a fölösleges festéknek az eltávolítása zajlik. És akkor ugye itt az emberi szemnek a látóhártyájáról van szó, amit ugye erek látnak el, ugyanúgy artériák meg vénák, mint bármilyen szervünket, és most ott látható ez a látóideg, ennek egy ilyen nagyjából 1,5 milliméter az átmérője. Tehát látni lehet, hogy mekkora területen dolgozunk. És ugye egyre tisztábbá válik a kép, most válik láthatóvá, megfestett állapotban ez a vékony kis hártya, és ezt egy ilyen mikrocsipesznek a segítségével fogom eltávolítani, és akkor kérem a csipeszt. Most a mikroszkóp segítségével még beljebb jutok a szemben. Szinte hihetetlen, hogy semmit nem érez a beteg ebből. Semmit nem érez, így van. A szürkehályog műtéthez még ilyen injekciót sem kell adni, és úgyis teljesen fájdalommentesen szoktak zajlani. Itt is az injekciónak gyakorlatilag annyi a szerepe, hogy ne mozogjon. Ugye a távolságokról, amikről beszéltem, egy kis élesítéset kérek, azért egy szemmozgás az nem szerencsés. Jónak tűnik. Ezt a kis hártyát most már megfogtam. Hagyos a másik lencse? Most kicserélünk egy lencsét. Még nagyobban lehet majd látni a műtéti területet. Akkor ez nem a szemben lévő lencsére vonatkozik, hanem így van, eszközre. A szerelt eszközre tulajdonképpen. Nedvesítjük a szemet, hogy ugye tiszták legyenek a törőközlegek.
Jó. Ez. Látszik, hogy nagyon nagyításban vagyunk. Nem tudom a képen mennyire látszik, ennek a hátjának az eltávolítása gyakorlatilag megtörtént. Ugye azért nem beszéltem közben, mert azért ez elég nagy koncentrációt igénylő dolog. De ez kevésbé volt látványos, mint a szürke hájogé. Hát igen, igen. Ugye itt a méretek is mások, itt azért más szépen megyünk. Úgyhogy az érdemi része, amit a látóhártyán akartam végrehajtani, az megtörtént. És még itt annyi fog történni, hogy a hűlencsét fogjuk beültetni a helyére. Hogy ez megtörténje, nyilván előzetes vizsgálatok vannak, hogy mekkora a szemgolyó mérete. Így van, meg kell határozni pontosan ennek a beültetendő hűlencsének a dioptria értékét. Úgyhogy maga ez a beavatkozás, amiben új az egész, ez megtörtént. És akkor most fog zajlani a szürkehályog műtétnek a befejezése. És az a zöld színű, az a csapocka, nevezzük így laikus nyelven. Azok ugye eltávolításra kerülnek, és az nagyon nagy bravúrja, hogy nem kell varni azokat a sebeket. Ezek a milliméternél jóval kisebb átmérőjű sebek, amik varrat nélkül záródnak. Most ez a szokás a szürkehályog műtétektől egy picit annyiban különbözik, hogy a lencsét egy másik helyre fogom betenni. Ugye ebben az újdonság tulajdonképpen ez a ideghártya beavatkozás volt, a többi már igen. Egy szokványos ellátási dolog. Olyannyira, hogy közben ki is húznám a portot. És akkor itt lehet látni ennek a tulajdonképpen a hátsó szegment beavatkozásnak a végét, ami rendkívül egyszerű. Tulajdonképpen ezt a portot ki lehet húzni a helyéről, és ez a nagyon apró seb. Ez délutánra bezáródik, tehát nem kell varni. Régen ezeket a sebeket varni kell, elég hosszadalmassá téve tulajdonképpen a műtéti beavatkozást. Na de erre most mi ad lehetőséget? Valami gélszerű anyag? Maga a technikai megoldás. Tehát az, hogy azokat a kézi műszereket, amikkel operálunk, már ilyen pici sebben keresztül is be lehet juthatni. Régen azok a kézi műszerek, mondjuk az a csipesz, amit előbb mutattam, de sokkal nagyobbak voltak, tehát fizikailag nem fértek be a seben. Most már maguk a mikrosebészeti eszközök váltak olyan kicsivé, hogy ezeken a portoknak hívott csapokon bejuttathatók a szemnek a belsejébe. Az egy vér ér ott? Itt oldalt igen, ez egy nagyon-nagyon minimális pici vérzés, ez gyakorlatilag majdnem úgy lényegtelen. És itt egy új lencse fog bekerülni. Az úrnak maga a szürke hályog és egy elég komplikált hályog volt, ilyen rendkívül szakadékony tok támasztékkal, és most ezért kerül gyakorlatilag máshova a lencse. A buborékok mit jelentenek? Buborékok, ezek levegő buborékok, amik most azt nézik, hogy a szemnek itt az előső részére nem került ki ebből az üvegtesti állományból, ezek holnapra felszívódnak, sebzárlást kérek. Úgyhogy ezek nem zavarják a műtétet, most nekem segítettek ebben a komplikáltabb szürkehályog műtétnek a helyre tételében. Látszik itt is, hogy semmilyen varratot nem használtam a sebzáráshoz, és tulajdonképpen ezzel, illetve egy antibiotikum profilaxissal tulajdonképpen a műtét után egy sebfertőzés hivatott megelőzni, ezzel be is fejezték a műtétet. Mennyi idő telt el, doktor úr? Szó, 10 órakor kezdtük, ez egy ilyen 25 perc volt most ez a beavatkozás. Készen vagyunk Kovács úr a műtéttel. Nem volt fájdalom, ugye semmi? Semmi nem volt. Dolog, jól van. Minden rendben van, amit terveztünk, sikerült megcsinálni. Majd feküdjön már most hátom bent a pórterembe, segítenek a kollégáim, le lesz takarva a szem. Nem szabad, hogy legyen bármilyen fájdalom, ha mégis van fájdalomcsillapítót lehet kérni. Így, ahogy most vagyok. Mindjárt segítünk. Közvetlenül a műtét befejezése után lehetőségem volt a beteggel is szót váltani. Szabad megkérdezni, ma a nevét? Kovács Imre. És hány éves? 78. És mi volt a probléma a szemével? Hát kérem szépen, az volt, hogy szóval nagyon homályos volt a látásom. Hát én nem tudtam, hogy ez ilyen komplikált. Ezt már mikor a főorvos úr megvizsgálta, megnézte, akkor hát ő látta nyilván, ő a szakember, hogy olyan, tehát olyan műtét jön közben, ami hát komplikált. Most ugye jobb szemén történt a beavatkozás, a bal szemével rám néz, lát is engem?
Balkezében persze, látom. A műtétről magáról mit tudott korábban? Elmondták, hogy mivel jár ez, mennyi ideig tart, és így tovább? Igen, elmondták, hogy fájdalommentes lesz a műtét, és hát reméljük, hogy sikeres is lesz. Én nagyon örülök a sorsnak, hogy összehozott egy ilyen szakemberrel, mint a főorvos úr, mert fájdalommentes volt az egész műtét, annak ellenére, hogy hát elég komplikált volt. Hát ezt mi is tanúsítjuk, mert végig asszisztáltuk, és meg nem nyikkant a műtét során, úgyhogy tanúsítjuk, hogy fájdalmat nem érzett. Nem éreztem semmi fájdalmat. De leginkább ön tudja tanúsítani. Úgyhogy azért tudok. Tud viccelni. Igen. Gyors gyógyulást kívánok. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Borsod-Abaúj-Zempén megyei kórház szemészeti osztályának vezető főorvosa, a dr. Németh Gábor által végzett új műtéti vitrektómiának nevezett eljárást kísérhették figyelemmel. A műtét után sajtótájékoztatón összegezték ennek jelentőségét. Az ott elhangzottakat a zene után hallják majd.